Mire számítottál, amikor jöttél erre a rendezvényre? Lelkesítő, felpörgető, nem tudom, érzést, ezt vártam. Amit kaptunk, tehát ez óriási élmények. Hogy megnézzem, hogy hogyan tudom ezt az üzletet könnyedén kialakítani. Én válaszokért jöttem, és fel is írtam magamnak egy kérdést, mielőtt ide utaztunk. Éltem attól, hogy nem azt kapom, amit elképzeltem. Nyitott voltam, hogy majd az történik, aminek történnie kell, és új információ, új emberek, végre találkozom veled személyesen. Őszintén elmondom, én először azt hittem, hogy egy nagy nyaralásra jövünk. Jól érezzem magam, és hogy új embereket ismerjek meg. Mindenképpen egy kérdéssel érkeztem. Hajtóerőt, amivel el tudom érni a célomat, és megkaptam. Hogy érezted magad? Nagyon jól, nagyon-nagyon-nagyon jól. Felemelő volt az, hogy együtt örültünk a sikereknek, együtt sírtunk. Jól éreztem magamat. Szuperul. Feltöltöttem, és nagyon örülök, hogy találkoztam a csapattal. Ez nagyon jó volt, ez nagyon energiát adott. Elbűvölt, elvarázsolt, hogy ilyen életet is élhetünk. Brutálisan fárasztó volt, és nagyon sok ellentét volt, szóval volt bennem rossz érzés is, volt bennem jó érzés is, sok minden történt. Hamar elment ez a pár nap. Nekem nagyon tetszett, én most is azt mondom. És nekem azt tetszett a legjobb, amikor az élet eseményeit mondták el. És mondom, sírtam, hogy mondom, most komoly, ilyen tényleg van, hogy el fognak ismerni, hogyha hozom az embereket, és megmozgatni embereket, és tényleg fogadmostam, és közben sírtam is. Borzasztó nagy hatással van az emberekre, mert érzéseket ad, boldogságot. Nagyon jól éreztem. Olyan csapat vett körül, olyan embereket ismertem meg, akik vidámak, temperamentumosak, sok nevetés, hát nagyon-nagyon jó. Tanultunk, nagyon sok mindent tanultunk. Ugye? Minden kérdésemre megkaptam a választ, amire számítottam, meg volt. Volt-e valami, ami megdöbbentett, amire nem számítottál, ami nagyon meglepődtél? Az eredményeid, drága. Tehát egyrészt a te munkád, másrészt viszont a csapatnak a munkája, úgyhogy ez egy óriási dolog volt a számomra. Az utolsó nap, a mai nap. De azt hiszem, hogy minden napra jutott egy ilyen hú haszta. Sok volt a luxus itt ebben a környezetben, már úgy érzem, hogy már a harmadik nap hozzászoktam. Nem tudok még azonosulni azokkal a pontokkal és pénzekkel, amit megmutattak nekünk, és nekem az nagyon meglepő volt, és egyébként nem váltott ki belőlem jó érzést, úgyhogy ezzel dolgom van még. Sok pénzt lehet keresni. Tehát mennyi sok pénzt keresni? Mennyit lehet ebből az üzletbe keresni? És hát az élethelyzetek, azok megfogtak. Volt, ahol mosolyogtam, de volt, ahol sírtam. Végig ültem a 3 napot, és akkor csak ámultam és bámultam, hogy milyen emberek tartottak előadást, miket értek el az életben. Elmondták, hogy ők hogy kezdték, hogy csinálták. És minden ember egyformán elmondta azt, hogy indult. És mindenki úgy indult el, hogy szinte kölcsönből. Nagyon lesokkolt például ez a nő, aki itt volt a kisbabájával, akinek 3 gyereke van, 29 éves, és hogy ilyen 7 év alatt azt hiszem jutott erre a szintre, és komolyan nem tudom, hogy csinálja, és egy pici babával volt itt, 2 szoptatás között fölment a színpadra. Ezek a történetek engem nagyon megfogott, mert úgy mondják el, hogy szíven csapnak rendesen, látom, most is beszélek róla, a hiteg ráz. Jó érzés látni másokat, ahogy a 4 hónap alatt, tehát egyik szemináriumtól a másikig, hogy mivé tudnak fejlődni emberek, hogy tudnak haladni. És 10-15 év vagy 5 év után, van aki 3 év után, elérte a célját. És most itt vagyok is, tele vidámsággal, örömmel. Tudom a jövőt. Ó, de kirázott a hideg. És éreztem valami megkönnyebbülést, és amikor megöleltél, és te kimondtad, akkor esett le, hogy ezért vagyok itt. És pedig tudtam, hogy az nekem szól, de nem tudtam megfogalmazni, hogy miért. Hoztál-e valami döntést? Jutottál-e elhatározásra? Fel kell vennem újra a fonalat, hogyha bármit el szeretnék érni. Igen. Arra az elhatározásra jutottam, hogy innentől dolgoznom kell. Igen, 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 vannak, de őszintén ezt még szívembe akarom őrizni, nem akarom elmondani.
igen, hoztam egy döntést, a kifogásokat azt hagyjuk, én is hagyom, szeretnék tovább lépni. Igen. Igen. Mégpedig arra, hogy ha el akarom élni a céljaimat, akkor azért dolgoznom kell. Igen, elhatároztam, hogy adok egy esélyt, már ez is egy esély volt, hogy eljöttem. Én szerintem nem veszthetek semmit, ezt csak nyerhetek. Igen. Én nekem nagy célom, hogy menedzseré váljak, és azt mondtam, hogy ezt meg kell, hogy csináljam magamért és a többiekért. Rövid távon azt határoztam el, hogy én mindenféleképpen január 20-áig supervisor vagyok, és a menedzser szintet felépítem. Biztos voltam benne, láttam magamat a színpadon. De annyira durva, hogy már láttam, hogy átvonulok, hogy engem szólítanak fel. Nem hallgatok a barátaimra, és belevágok, és meglátjuk, hogy meddig tudok elmenni. Szerintem a határa csillagoség, ezt hallottam. Mindenképpen átgondolom, hogy mit évő legyek. Tehát ez elindított bennem egy folyamatot, és pozitív folyamatot. Ha ténylegesen beleteszem azt a munkát, akkor én is tudok egyik szemináriumról a másikra olyan eredményt produkálni, ami előre visz az utamon. És ha nem sikerül, akkor mi van? Akkor nem sikerül, de megpróbáltam. Jössz a következőre? Ez nem kérdés. Igen, jövök. A szívem szakadna meg, ha nem tudnék jönni. Vendégekkel jövök. Igen, fogok jönni. De én bízom benne, hogy jó döntést fogok hozni. És itt leszek. Célkitűzéssel, meg elért eredménnyel, amit kitűztem magam elé. Igen. Mert példát szeretnék mutatni mindenkinek. Igen, már meg is vettem a jegyemet, úgyhogy ezzel már nem is kell gondolkodnom. Akkor itt szeretnék lenni. Igen. És én azt ajánlom, aki még nem, én most vagyok életemben először, véletlenül cseppentem ide, és aki még nem volt egy ilyen szemináriumon, és már elkezdte az üzletét, annak azt tudom ajánlani, hogy ki ne hagyja, mert ettől az előadástól annyi inspirációt, annyi fejlődést fog kapni, hogy attól még motiváltabb lett, és még jobban fogja csinálni az üzletét. Ha tanulni akarok, akkor csak a nagyoktól tudok tanulni.